A tartalékos katonák az évek során többször bebizonyították már a rátermettségüket. Segítenek többek között az árvíz idején, a határvédelemből is kiveszik a részüket. Jelenleg a koronavírus járványhelyzetben számíthat rájuk a magyar lakosság. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének tagjai az országban elsőként megyeszékhelyünkön a Hetényi Géza Kórház rendelőintézet 6 emeletes épülete előtti területen új egészségügyi osztályozó, várakozó, áteresztő pontot létesített modern NATO kivitelű katonai sátrakkal. Ezek NATO kivitelű pneumatikus sátrak, felfújható vázrendszerrel rendelkeznek. Tartós telepítése, tartós használatra is alkalmas, tehát huzamos időn keresztül is fogadhat ellátást, elhelyezést. Ismereteink szerint ilyen célra az országban itt most Szolnokon elsőként települt ilyen állomás, áteresztő állomás. A Magyar Tartalékosok Szövetsége felajánlásával és a közreműködő társszervek és vállalatok segítségével megszerveztük ezt a képességet, melyet egészen addig fenntartunk, amíg a vészhelyzet ezt indokolttá teszi. Szakmai szempontból ezek a pneumatikus sátrak NATO szabványú katonai sátrak eredendően, különböző hadműveleti területeken Közel-Keleten ezek folyamatosan, rendszeresen telepítve vannak. A Magyar Honvédség is megkezdte már ezeknek a sátraknak a vizsgálatát, a beszerzés körülményének a vizsgálatát. Alapvetően, ha magáról az eszközről beszélünk, nagyon nagy előny, hogy kooperációban magyar vállalat is közreműködik a gyártásában. Az országban első között rendszeresített ilyen korszerű sátrat a Szolnoki Hetényi Kórház. Mutatta az intézmény hátsó bejáratánál felállított két ponyva építményt Boldizsár János Tibor, a Matasz megyei elnöke. A sátrak alapvetően a várakozásból adódó időjárás és egyéb anomáliák csökkentésére szolgál. Nem számítható ki, hogy a látogatási tilalom és a betegellátás sokasága mekkora forgalmat, mekkora látogatói számot fog eredményezni. Sok esetben itt hosszú sorok szoktak állni, még akkor is, hogyha gyors az áthaladás. Alapvetően a két készletre pedig azért volt szükség, mert a kórház szakmailag mind a járóbeteg, mind a fekvőbetegellátás beérkezését külön sátrakban tudja elvégezni. A most létesült áteresztő pontok segítséget nyújtanak a várakozás időtartama alatt. Lehetőség adódik ugyanis az ülve várakozásra, vagy az időjárási helyzetek kivédésére is. Tette hozzá Bene Ildikó. Ez egy nagyon modern NATO használatú sátor, ami gyakorlatilag méretében is, illetve nyilván azért, mert hűthető-fűthető, egy előrelépést jelent a betegeink érdekében, hiszen ez azt jelenti, hogy nem kell esőben, hóban, hidegben kínálni, hanem megérkeznek a sátorba, és innen, hogyha odabenn már folyamatosan dolgozzuk fel, és kérdezzük ki a betegeket, szépen folyamatosan lehet tovább haladni az előszűrésre a 7 emeletes épület földszintjén. Két sátrunk van, az egyiken a járóbetegellátásra érkezők, a másikon pedig a fekvőbetegellátásra érkezők tudnak áthaladni, és nyilván azért vannak, akik csomagokat hoznak a szeretteiknek, ők is ezeken a sátrakon keresztül tudnak bejutni és leadni azokat a csomagokat, amit a bent fekvőbetegeinknek hoznak. Egy hónappal ezelőtt a 10.000. elkötelezett tartalékos katona is aláírta a szerződéseket. A lakosság bízhat bennük, és nyugodtan számíthatnak rájuk. Mint megtudtuk, karcagiak is részt vettek az építésben.